Augusztus 20-a államalapító Szent István király ünnepe van ma. A magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja, egyben az új kenyér ünnepe. Magyarországon is a határon túl is ünnepségeket rendeznek. Budapesten több napja tart az ünnepi programsorozat, számtalan gasztronómia és kulturális esemény várt a látogatókat. Ma az államalapítás ünnepén katonai tiszteletadás mellett Súlyog Tamás magyar köztársasági elnök jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját. Este pedig látványos tűzijáték, fényfestés és drónshow, valamint koncertek várják az érdeklődőket Budapesten. Egy új hordozható defibrillátorral gazdagodott a Magyar Kanizsai Egészségház mentőszolgálata. Az újraélesztéshez elengedhetetlen egészségügyi eszköz 1 millió 140 ezer dinárba került. Az összeget Magyar Kanizsa önkormányzata biztosította. A korszerű eszköz az újraélesztés mellett követi a beteg szívműködését, vérnyomását, vérének oxigéntartalmát közel 5 órán át. A kánikula után a hét elején gyenge hidegfront ért el Szerbiát, így az elkövetkező napokban változékony időjárásra számíthatunk. Vajdaság területén szerda este élénkülhet fel hűvös északnyugati szél, aminek hatására jelentősen csökkenhet a hőmérséklet. A hét leghűvösebb napja csütörtök lesz. A reggeli órákban 16-17 fokra számíthatunk. Ezért várhatóan napközben sem emelkedik 30 fok felé a hőmérséklet. A hét végére azonban ismét 32-34 fok várható.